Köszöntöm a hajdulánási televízió nézőit. Az idei év utolsó bajnoki mérkőzésére készül a hajdulánási felnőtt férfi kézilabda együttes itt az MB2 északkeleti csoportjában. Mai ellenfelünk a második helyen álló Füzesabony csapata lesz, míg a mieink a hatodik helyet foglalják el a tabellán. A füzesabonyiak a legkevesebb gólt kapták eddig a 10 mérkőzés során, így a találkozó korán sem ígérkezik könnyűnek, de a fiúk többször bizonyították már az ősz folyamán, hogy élcsapatok ellen is megállják a helyüket. A találkozó tehát mindenképpen tartogat izgalmakat, ám mielőtt még kezdetét veszít, természetesen megkérdezzük a két vezetőedzőt, miként tudtak felkészülni a mai mérkőzésre. A két héttel ezelőtti Kazincz-Barcika elleni bravúros győzelem után a múlt héten fölényesen nyert a csapat Nyírbátorban. Milyen volt annak a meccsnek a képe, hogyan értékeled azon a meccsen látottakat? A Nyírbátorban valóban egy nagyon fontos győzelmet arattunk, egy jó erőből álló Nyírbátort sikerült ugye idegenben legyőznünk, hogy egy idegenben szerzett győzelem mindig nagyon értékes. A csapat az első perctől kezdve igen motivált volt, nagyon jó védekezésen, szenzációs kapus teljesítménnyel rukkoltunk elő, és könnyű, olcsó lerohanás gólokat tudtunk szerezni, és így sikerült begyűjteni két pontot. Kiemelnék azért néhány játékosunkat emberfelett itt nyújtott, többek között a Bancsó Karcsi, az Ötvös Lándi és a Felföldi Robi, és nyilván minden játékosnak a segítsége kellett ez az igazi csapat sikerhez. Ma is egy ilyen csapat látogatott hozzánk, ugye a második helyen álló Füzesabony gárdája. Hogyan készültetek erre a meccsre, mit várhatunk a mai találkozótól? Valóban egy igen erős Füzesabony csapata van itt most a hajdulánási sportcsarnokban, a tabellán elfoglalt helyezésük is ezt mutatja, második helyen állnak, és ebben a bajnokságban ők kapták még eddig a legkevesebb gólt. Nagyon-nagyon nehéz mérkőzésre számítunk, ennek megfelelően készültünk, gyakoroltunk egész héten, és szeretnénk ezt a két pontot is hazai pályán megtartani, és ezzel erősíteni a pozíciónkat a tabellán. Vannak-e esetlegesen kimaradók a keretből, vagy mindenki egészséges a csapatban? Sajnos lesznek hiányzók, a Bécsi János most nem áll rendelkezésünkre, aki a védekezésünkbe szokott nagyon-nagyon sokat segíteni, illetve a Kelemen Zsolti sérült a bokája, többiek itt vannak és hadrafoghatók. 10 mérkőzés után a második helyen állnak a tabellán. Hogyan értékeli az őszi szezon eddigi meccseit és összességében az őszi szezont? Hát az elmúlt mérkőzések folyamán a csapat kezdett összeállni, 7 új játékos érkezett az ősszel, őket próbáljuk beépíteni a csapatba. Hol kisebb, hol nagyobb sikerekkel. Hát nem tudok rosszat mondani a szezonunkra, kivétel az utolsó mérkőzésünkre, ahol a mérkőzés 46. percig 6 góllal vezetve végig tartott, kézbe tartottuk az egészet, de utolsó 14 percben képtelenünk voltunk a góllövésre. A legutóbbi fordulóban ugye egy góllal kikaptak a tiszavasvári csapatától. Mi kell változtatni ahhoz, hogy a mai mérkőzésen esetlegesen győzelemmel tudjanak távozni innen hajdulánásról? Hát pont ezen kellene változtatnunk, hogy nem engedhetünk magunknak meg egyetlen olyan csapat ellen sem, még egy megyei csapat ellen sem lenne szabad, hogy 14 percen keresztül képtelenek vagyunk a góllövésre. Csak ezen kell változtatni. Vannak esetlegesen hiányzók a mai keretben, vagy mindenki egészséges és itt van a csapattal? Egy játékosunk van, aki sérülés miatt hiányzik, de egyébként mindenki hadrafogható, és közben még sikerült is még egy új játékost igazolnunk, egy régi új játékos, aki füzesabonyi származású, de utóbbi években máshol játszott, Péter János személyében. Jó, sikerült rögtön! Kell még belőle? Jó. Hát adod oda ki. Kell még belőle? Gyere már, tegyük össze! Próbáljuk egy kis hangulatot csinálni, jó? Mert nagyon nagybatagok vagyunk. De úgy kezdjük, mint a múlt héten vagy két hete. Kicsit lendületesebben, flattogósan a védekezés, jó? Beszélj egymáshoz, és menjünk. 60 percet nyomjuk már a végig, jó? Nagyon keményen, jó? Gyere, fogjuk kezdeni. Védekezik, jó? Kettő arra! Nálás! Gyere. Most már valóban csak néhány perc a játékvezető kezdő sípszaváig, úgyhogy nézzük is meg a két együttes mai keretét. Kezdjük a füzesabonyi csapattal. 16-ossal György Gábor, 12-essel Gulyás Levente, 10-essel Rékasi Rihárd, 17-essel Csapó Péter, 23-assal Hevér Tibor, 83-assal Molnár Kristóf, 5-össel Molnár Martin, 9-essel Nagy Bendegúz, 14-essel Mózer Előd Máté, 19-essel Benke Tibor János, 3-assal Bónis Dénes, 6-ossal Tamás Tamás, 34-essel Péter János, 11-essel Ács István, 33-assal Nagy Milán Norbert, 8-assal pedig Szécsi Lantos Voldizsár.
A hajdunánási együttesben 1-es számmal Torma Antal, 24-essel Felföldi Róbert, 19-essel Csonka Péter, 10-essel Ruzsinszki Benjamin, 2-essel Dankó József, 5-össel Ötvös Nándor, 7-essel Bancsuk Károly, 6-ossal Krisztián Zsolt, 17-essel Fóris Roland, 15-össel Bata Tibor, 69-essel Nyeste Rihárd, 64-essel Nagy László, 54-essel Kis Dávid, 9-essel Varga Gergő, 14-essel Hadadi László, 13-assal pedig Kelemen Zsolt látható majd a pályán. Amint az elhangzott, a bajnokságot eddig a legkevesebb kapott góllal lehozó füzesabonyi együttes lesz a mai ellenfelünk, és egyébként ellentétesen hangolt a találkozóra a két együttes, ugyanis amint az a felvezetésben elhangzott, mi a Kazincbarcika elleni győzelem után a múlt héten Nyírbátorban is nyerni tudtunk, méghozzá 36-27-re, tehát fölényesen végig vezetve, már fél időben is 8 gól volt a különbség azon a mérkőzésen. A vendég füzesabonyiak viszont hazai pályán szenvedtek vereséget a Tiszavasvári együttesétől, ott 20-19 lett a végeredmény. És közben kezdetét is vette a találkozó, a vendég füzesabonyiak vezethetik az első támadást. Most jön a lövés, és bár Felföldi bele tudott érni, megvan az első gól, majd Milán Nolbert az, aki szerzi. Ötvös. Bancsók. Neki is jó mérkőzése volt a múlt héten, 6 gólt tudott szerezni. Jó a bejátszás Bancsóktól, most ott van az ittszer, és ott van az első hajdunánási gól. És egy sárgalapos figyelmeztetés Molnár Kristófnak. 1-1 az eredmény. Krisztián Zsolt volt a gólszerzőnk. Jó bejátszás, Nyeste és Bancsuk. Remekül védekezte le a helyzetet. Itt nincs lövés egyenlőre. A paszt pedig majd szabad dobás követi. Fiatal csapatnak mondható egyébként a vendég füzesabonyi, alig található a keretben 1995 született játékos, és hogy más nem mondjak, a legjobb három góllövőjük Molnár Martin, Rékasi Rihárd és Nagy Bendegúz 57-55-45 góllal. Közülük ketten is 20 évesek, Molnár, illetve Nagy Bendegúz is 20 éves, és 2-1 közben éppen Nagy Bendegúz az, aki megszerzi a második vendéggólt. Ruzsinszki. Ötvös. Bancsuk. Ruzsinszki, ő egy folyosó előtte, inkább vissza Ötvösnek a passz. Dankó. Ötvös megint, ő már el fogja lőni. Kipattanó, ott lehet még Krisztián előtt. Vendégeknek ítél a játékvezető. Réti Tamás és Szedmák Márton egyébként a játékvezetői páros. És Nagy Bendegúz az, aki megszerzi a második gólját. 3-1 ezzel az eredmény. Ötvös. Bancsuk. Ötvös. Tovább tolja Bancsuknak. Ez most nem volt jó, és ebből Nagy indul megint. Nagy. Ötvös áll lelé, és szabálytalannak is látja a játékvezető Ötvös Nándort. És 2 perces kiállítás az ítélet. Rögtön az elején 2 perces ember hátrányba kerülünk, tehát az eredmény pedig 3-1 a füzesabonyiaknak.
Rékasi. Nagy. Az jó passz le a szélre, bizony ott lehet a helyzet is. Jó az ejtés is, felföldi tehetetlen volt, most csapógó a szerző. Nagy. Pancsók. Most kapja Krisztián. Befordulni nem tudott, kijött a falból. Ruzsinszki, megint Krisztiánt keresik, szabad dobás. Dankó. Nehéz a szög, de óriási gól, Dankó! 4-2! Bevállalta Dankó József szorított helyzetből, így bizony meglett az eredménye, nem is akármilyen góllal, két gólra zárkózunk. 40 másodperc még az ember hátrányból. Rékasi. Nagy. Rékasi. Saját játékos a zavarta. Dankó indul már a túloldalon. És megállítja a játékvezető a mérkőzést. Hatalmas indulatok a pályán, a játékvezető időt kér, hogy átgondolja a döntését. Két perces kiállítás biztos a vendégeknél. Folytatódik a játék. Nagy kezében a labda, a 3 másodperc múlva pedig kiegészül a hajdulánási együttes. És jön is a pályára ötvös. Bancsók. Ruzsinszki. Bejátszotta volna. Ebből azonban indulnak a vendégek. Molnár kapja az indítást. Felföldi! Nagyon kellett ez a védés, felföldi ballal bravúrosan fölé tudta paskolni. Ruzsinszki. Ötvös. Ötvös, Bancsók, nem jó a passz. Megint jön a hosszú indítás, Dankó szedi le a levegőből. Sarokból jöhetnek majd a vendégek. 40 másodpercig még emberelőnyben vagyunk. Hevér. Molnár. Hevér. Már szabad dobás lesz. Nagy Bendegúz. Most Nagy Milán, ő lövi el felföldinek, ez könnyű feladat. És Nagy le tudja szedni az indítást Nagy Zitzerben. És csak szabad dobást ítél a játékvezető. Azt hiszem nem lett volna túlzás, itt egy 2 perces kiállítás, az Zitzerben szabálytalankodtak Nagy Lászlóval szemben. Bancsók. Ötvös. Ötvös, hatalmas gól! 4-3. Molnár.
Nagy! Jó a játék, sajnos a szélre, felföldi véd! Dankó aztán, Nyeste. Csonka jön! És ez 7 méteres. Gulyás tudott védeni, Csonkával szemben viszont már szabálytalankodtak. Jöhet a mérkőzés első büntetője. Méghozzá ötvös lesz az, aki majd elvégezheti. Nézzük ötvöst. Bent van! Remek mozdulattal ötvös egyenlít. Neki is elképesztő meccse volt, Nyírbátor ellen. 14 gólt szerzett ötvös Lándor. Nagy. Nagy, egyedül próbálkozik. Nyeste kap sárga lapot. Szabad dobás lesz majd a vendégeknek. Nagy megy fel, felföldi véd! A kipattanó visszakerül a vendégekhez. És ezt már értékesíteni tudják Hevér Tibor révén. Itt négy oda. Ruzsinski. Mancsó. Ötvös. Jó a bejátszás, micsoda labda, Krisztián pedig egyenlít. 5-5 a 10. percben. Eddig parádés a találkozó. Péter. Rékasi. Péter. Molnár. Jól védekezünk, nem tud közelebb kerülni a kapuhoz a füzesabony. Játékvezető pedig passzívot mutat. Rékasi lő felföldi, ez pedig Csonkához kerül. Tudunk gyorsan fordulni? Nyeste. Jó a passz Dankónak. Védeni tud azonban Gulyás. De oldalt ment ki a labda, úgyhogy marad nálunk. Mancsók. Ruzsinski. Ötvös. Krisztián elől most el tudják piszkálni a bejátszást. Jöhetnek a vendégek. Hevér. Péter. Péter kapja, ő megy fel, és utat talál a labdája a hosszú alsóba. 6-5. Mancsók. Ötvös. Mancsók megy fel. Lepattan a sáncról, Dankó jöhet a sarokból. Ötvös. Ő lövi el a kapufáról, kipattan, de a nyakánál fogva rántották le ötvöst. Hevér pedig meg is kapja méltó büntetését egy 2 perces kiállítás formájában.
Újabb 2 percig emberelőnyben leszünk tehát. Bancsók! Ötvöső lövi el! Nagyon jó! Ötvös 3. gólja a mai napon. A 13. percet írjuk, hogyha ilyen ütemben folytatja, akkor akár a múlt heti termés is meg lehet. Nézzük most Molnárt. Péter. Rékasi. Péternek nem sikerült visszajátszani, ötvösnek pedig nem sikerült megszerezni. Péter lövi el. Ez már a miénk. Ötvös. Dankó. Dankó egyedül, Gulyás véd, ötvöshöz kerül vissza, ötvös egyedül, és újabb 7 méteres. Az elsőhöz hasonlóan ismét ötvös érkezik. Nagyon magabiztosan értékesítette, ez viszont kimarad. Marad a 6-6. Rékasi. 10 másodperc múlva kiegészülnek a füzesabonyiak. Nagy. A pillanatban jön vissza Hevér. Péter aztán felföldi! Megvan, így támadhatunk a vezetésért. Bancsók! Frissítés a támadásra. Jön Krisztián és Ruzsinszki. Bancsók! Ruzsinszki, nem sikerült kitennie, és a játékvezető már a sípjába is fújt, úgyhogy a sárga kékek jöhetnek. Molnár. Bejátszás Hevérnek, nem jó, Dankó labdát szerez. Ötvös. Krisztián. Ide kár, ezért most Krisztián és Nagy nem értették meg egymást, visszakerül a labda a füzesabonyhoz. Péter. Nagy. Ezúttal középről Nagy, felföldi! És ez most jó Nagy Lászlónak, bizony ott az Itzer, és ott a 7. hajdonálási gól! A nagy lendülettel jön már Rékasi, Molnárak teszi ki, felföldi! És megint fordulhatunk, Csonka! Bancsók! Dankó ugrik be, Gulyás! Marad nálunk. Varga érkezik beállóba. Bancsó, hatalmas gól! 8-6 a 18. percben. Csapó.
méter. Nagy. 8-7, ez most bejutott a hálóba. Nagy bendegúz volt a gólszerző. És Fóris Roland is a pályán, a hajdunánási csapatban. Éppen nála most a labda, Bancsó. Fóris jön középen. Ötvös. Bancsó. Illetve Dankó, bocsánat. Középen Varga Ádász harcot vív Molnárral. Ötvös megy fel közben. És majdnem így lett veszélyes, hogy megpattant, aztán végül Gulyás fölé tudtam még paskolni. Mancsók szerzett labdát, ötvös lehet nagy rendelettel, ötvös. Réka se tudott blokkolni. Fóris. A bejátszás Vargának, szabad dobás. Bata első labda érintései. Bancsó. Az jó bejátszás, most eljut Vargához. És gól is születik a helyzetből, belépett azonban Varga, ezt mutatja a játékvezető. Rékasi. Nagy. Bejátszás megtalálja Hevért, felföldi, nagyon nagy védés. De már 7 méterest ítél a játékvezető. Jöhet tehát az első vendégbüntető. Nézzük felföldit és Rékasit. Rékasi magabiztos. 8-8 ezzel az eredmény. Bancsó. Bata. Nagy. Fóris. Bancsók. Fóris jön. Fóris megint, ő fogja ellőni, milyen jól teszi, 9-8. Újra vezetés. Csonka védekezik jól. Szécsi. Péter. Ez most mellé megy. Nem először próbálkozik meg így lőni. Péter. Szerencsére most pontatlan volt. Thank you.
Mancsók! Mancsók, ez most nem talál kaput. És csonkába szalad bele közben. Péter Bata pedig zicserben mehet. 10-8! Bata is meglövi az első gólját. 8-6 után újra két gólos vezetés. Péter. Szécsi. Péter kapja vissza. Szécsi aztán. Ő hozza keresztbe. Szabad dobás. Nagy. Újabb szabad dobás. Nagy megy fel, kapufa! És mivel senki nem ért hozzá, így milyen lesz majd a labda a bedobás után. Akár három gólosra is nőhet a különbség, hogyha sikerül góllal zárnunk az akciót. Nagy! Bancsó! Fóris! Nagy! A vendégeké. És jön a mérkőzés első időkérése, Bánk Roland az, aki úgy gondolja, hogy van beszélni valója a csapatával. Egyrészt valóban rengeteg eladott labdánkat, egy játszunk hosszabb támadásokat. Kezdjük el az ötösöket, amit ugye annak mondjuk csináltuk, nyilváltatunk párhuzamokat. És abból mindenkitől az látszik, hogy még mindig oda tűzünk, és tettünk a vállalatot. Mozgassuk már őket, az a baj, nem mozgatjuk őket eleget középen. Lassúak vagyunk, húzzuk gyorsabban, és mozgassuk őket, és talán mehet a kifelé játékok, így szélnek. Megvesz a helyetek, higgyétek már! Csak égessünk meg! Mi szarjaiból élnek? Felállt vele, nem tudnak! Gyere, gyere, nyom meg, nyom meg, nyom meg! Lassúva teljesen! Gyorsíts meg elő, gyorsíts meg! Védekezés kezd összeállni, az jó lesz a felállt fel elő. Ne induljanak le minket, gyerekek, jó? Kemény! Gyere! 2-3! Amúgy! Oké. Jó, 10-8-ról jöhet a folytatás, a vendégeknél a labda. Nagy. Szécsi. Péter. Be tud menni, talán felföldi. Ez a lövés most nem tette komolyan próbára. Bancsók pedig megáll, mondván. Jöjjenek a cserék, jönnek is Varga és Fóris. Bancsók.
Rizsa lábára pattant a labda. Nagy fordulhat. Tamás. Szécsi. Nagy jön. Beleszalad Vargába. Fór is fordulhat. A vendégszakvezetőd büntetés sárgalapos figyelmeztetéssel a játékvezető reklamálásért. Szűk 4 perc még az első fél időből. Ötös. Fóris. Szabad dobás lesz. Ötvös. Pancsó, fenn a játékvezető keze. Szabad dobás, lőnünk kell majd. Fúr is lesz az! Gulyásvéd. A két nagy összjáték, a felföldi. Pont fejbe találta őt Nagy Milán. Pata. Jó a bejátszás, Varga, a gulyásvéd. Péter aztán felföldi. És nézzük a hosszú indítást, Hevér bele tud piszkálni, de eljut ötvöshöz. És benn van! 11-8, először 3 gól a különbség. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy Hevéré lesz a lap, de az indítás után, de csak Újhegyel tudott belepiszkálni, így pedig még eljutott ötös Nándorhoz. Nagy Bendegúz, felföldi! Ezúttal gyorsan visszazártak, nem lehetett azonnal indítani. Így pedig akkor jön a váltás, felállhatunk. És támadhatunk a 4 gólos különbségért, 1 perccel a vége előtt. Ötvös Vargát kereste volna, Csapó tudja elhozni a labdát. Ötvös zár vissza Csapóval. Szabad dobás lesz. Sikerült megakadályozni, hogy zicserben mehessen Csapó. Két másodperc a fél idő végéig, 3 gólos előnyben a hajdonlánosi csapat. És ha gyorsan be tudják fejezni az akciót a vendégek, lehetőleg nem góllal hozzátéve, akkor akár még egy támadásra lehet nekünk is időnk. Rékasi. Szécsi. Nagy. Ő megy fel, milyen lesz a labda. Bata kapná az indítást, kipattan a kezéből. Nagy szorításában. Ez pedig Szécsitől pattant el. Úgyhogy Madai Tamás kér időt a maradék 16 másodpercre a fél idő végéig. Ezt már biztosan mi támadhatjuk végig.
Nyugodj, hagyjátok már a bírókat! Nem tudok mit csinálni! De ez inkorrekt, ez inkorrekt! De figyelj már, ezzel foglalkozunk, ez lesz a bajunk! Na, foglalkozunk saját magunkban! Én már elmondtam neki, nem tudok velük mit csinálni! Ide figyelj már! Lélekezzünk ki, 15 másodperc van hátra, ne kapjunk gólt! Jó? Kristóf, gyere! Nyugodj le, higgadjál le! Én elhiszem! Nem tudom, hogy mit csinálni. 15-öt védekezzük. Ki kell védekezzünk, jó? Megkapjunk gólt, jó? Nem kapasz gólt, hé? Semmi baj nincsen, nyomjuk tovább. Öltözőben a tömik, megbeszéljük. Védekezz ki, megállítófaltot csinálom már. Kétszélső megállítófalt, legyen szélre a labdát. Húzzuk ott az idő. Jó, ne gyere. Gyere, fölszélső, ne kapjuk labdát. Kettő-három. 16 másodperc végéig. Mondanom sem kell, milyen jó lenne 4 gólos előnnyel fél időre menni. Nézzük, sikerül-e elérnünk a 4 gólos fort. Ötvös. Bancsó. Jön Batonta, Kilai, micsoda gól! Megvan a 4 gólos vezetés, de milyen góllal, kérem szépen! 12-8-al mehetünk a félidei pihenőre, fantasztikus játék után! 4 góllal vezet a hajdunánási csapat a második helyezett Füzesabony gárdája ellen. Természetesen előttünk van még egy nagyon nehéz és nagyon hosszúnak ígérkező félidő, de ha ilyen játékot tud produkálni a második 30 percben is a hajdunánási csapat, akkor alig, hanem nem tud olyat kitalálni Bánk Roland és csapata, amellyel meg tudnák akadályozni azt, hogy itthon tartsuk a 2 pontot. Remélhetőleg tehát ilyen lesz a folytatás is. Perceken belül jövünk majd a második félidővel. Már itt van vagyunk. 2-3. Thank you.
Mari, oda fogsz visszazárni, Nándi most már ide zár majd vissza, és mindentől masszívan, keményen, lendületesen, de baromi okosan. Jó? Baromi hosszú még ez a 30 perc. Jó? Úgy csináljuk már, hogy jó karácsonyunk legyen. Gyere! További, gyere! Nagyon ügyesen! Kettő, három! Nálás! A csapatok már a pályán, másodperceken belül elkezdődik a második félidő 4 gólos hajdúnállási vezetésről. És természetesen, mivel a vendégek kezdték az elsőt, így a másodikat majd mi fogjuk kezdeni. Krisztián kezében a labda. Ötvös. Aki esetleg lemaradt volna az első féldőről és csak most csatlakozik be, annak el lehet mondani, hogy egy nagyon jól védekező és a támadásoknál is magabiztos hajdunánási együttest láthatunk a pályán. És bizony nagy szó az, hogy 4 gólos vezetéssel tudtunk szünetre menni, ugyanis a második helyezett a bajnokságban eddig legkevesebb gólt kapó Füzesabony a mai ellenfelünk, Krisztián! 13-8! Na hát a második félidő úgy kezdődik, ahogyan az első befejeződött, hajdunánási góllal. Rékasi! Szabad dobás lesz. Nagy Milán. Rékasi ott marad a... S Rékasi kihasználja, hogy ott maradt előtte a folyosó. Finom mozdulattal vert át felföldit. Bancsó. Ruzsinszki. Ötvös kapja, és benn van! Gulyás bele tudott érni lábbal, de így is a hálóban kötött ki. 14-9. Bár nem tudhatjuk egyébként, hogy mi lesz ennek a találkozónak a végeredménye, és hány gól vár ránk a hátralévő időben. Meg lehet jegyezni azonban, csak hogy statisztikával is tanúsítjuk azt, hogy mennyire jól védekezik, illetve védekezett az ősz eddigi mérkőzésein a vendég együttes. 28, illetve 27 kapott gól a Böszörmény és a Fehérgyarmat ellen eddig a negatív rekordjuk egyébként. Többnyire 20 gól környékén tudják tartani az ellenfeleiket, és nem egyszer bizony bőven 20 gól alatt is. Berettyó 14, vagy például a Kisvárda 16 gólt tudott szerezni mindössze a Füzesabonyi csapat ellen. És közben pedig egyébként 7 méteressel folytatódik majd a játék. Rékasi lesz az, aki elvégezheti a Füzesabonyiak második büntetőjét. Az elsőt nagyon magabiztosan értékesítette még az első fél időben itt a másik kapunál. Akkor felföldi állt vele szemben, most azonban Torma érkezik a kapuba. Azért hagyományosan jól szokott beszállni a mérkőzésekbe, és csak mondanom kell, Torma megfogja a 7 méterest! Minden elszólásom ilyen jól süljön el. Torma 7 méteres hárítással száll be. Marad az 5 gólos különbség, amiből 6 is lehet. Nézzük, Bancsók ezt most Gulyás megfogja. Nagy. Ő megy fel. És a labda is felment túlságosan, és elkerülte a kapunkat. Bancsók fordulhat. Ötvös, micsoda csel azonban.
ellépi ötvös mutatja a játékvezető. A vendégekhez kerül a játékszer. Hevér. Szabad dobás. Nagy. Rékasi. Megvan az. Ötvös. Ez így zicser. Ötvös. Benn van. 15-9. 6 gól a különbség. Megvan Ötvös 5. gólja. Rékasi. Nagy felföldi. Nem tudott hosszan indítani, de ez legyen a legnagyobb problémánk. Ruzsinszki. Ötvös. Megint, ez is benn van! 16-9! Ötvös kirobbanó formában. Ezzel együtt most már az elmúlt meccset is számítva 20 gól. És hol van még ennek a meccsnek a vége? Ez pontatlan volt most. Rékasi. Lepattintja Nyeste pedig. Ez most vitathatatlanul szabálytalan volt. És a játékvezető így a 2 perces kiállítás mellett még egy 7 méterest is ítél a vendégeknek. Minek után Rékasi kihagyta az előbb, így most Molnár kapja meg a lehetőséget, ismét Torma vele szemben. Molnár. Áj, de kár érte! Egy pillanatra azt hittem, hogy ez is meg lesz Tormának. Bepatintotta azonban Molnár. Meg pedig, mintha a lábára pattant volna a lab, de ezt most nem látta a játékvezető. De ez nekünk csak jó, éppen kis a labdával. Furis! Pontatlan a passz Ruzsinszkinak. Egy perc 12 másodperc még az ember hátrányból. Most nem sikerült labdát szerezni. Rékasi, felföldi véd. És újra megszólal a játékvezető sípszava. Méghozzá azért, hogy újabb büntetét végezhessen el a Füzes Abony. Megint Molnár. Ezúttal felföldivel nézhet Farkas szemet. És felföldi véd! Kihagyja Molnár! Fél perc az ember hátrányból. És milyen fontos védés megint. Bata. Ruzsinszki. Ruzsinszki! Ujjás védés, ez is 7 méteres. Ruzsinszki.
Ez pedig Bata végezheti el. Nézzük Bata Tibort. Bata. Jó! 17-10. És így több szempontból is tökéletes lett ez a támadás. Emberhátrányban betaláltunk, a védekezésre pedig már kiegészülhetünk, ugyanis lepergett ez a fél perc, ami az akciók ellenünk hátra volt még. Péter. Lékasi megy fel. Ide pekjes gól, beleért még a védősor egyik tagjának is az ujja. Aztán felföldinek is a kezei között csorgott be valahogy a labda. 17-11. Kis. Fóris. Bata. Kipattan a kezéből, de a vendég lábra pattant. Pedig a vendégeké lesz. Most egy elkerülhető labdavesztés lett volna. Az pedig megtalálja Hevért. Hevér pedig megtalálja a hálót a labdával. Lemarad azonban Hevér Tibor. Folytatni tudja a játékot, amely így ezzel a Hevér góllal most már csak 5 gólos hajdonlási vezetésről folytatódik. Ruzsinszki. Péter jön ki a falból a fizasabonyiaknál kivenni a játékból ötvöst. Fóris lövése pedig bár mellé megy, már szabad dobás lesz. Ruzsinszki. Fóris. Megint megpróbálja, ez már jobb! 18-12. Csapóval szemben pedig Kis Dávid volt kemény. Ezúttal is 2 perces kiállítást ítélnek a játékvezetők. Kisnek kell elhagyni a pályát. Az viszont kipattan Nagy Milán kezéből, így is van. És már a vonalra lépett, amikor beütötte. Ez így a miénk. Fóris. Bata. Egy perc, 15 másodperc még az ember hátrányunkból. Bata. Fóris. Lassan lőnünk kell, így is van, most teszi fel a kezét a játékvezető. Újabb szabad dobás. És ha jól hallottam, Batának kell majd elvállalnia. Bata. El is vállalja! Centikkel került el a kaput.
Hatalmas gól lett volna Bata lövéséből. Rékasi a másik oldalon leteszi a szélre. Batát pedig kiállítja a játékvezető. Az előző kiállítás leteltéig, ami 35 másodperc. Kettős ember előny, ember hátrányban leszünk, bocsánat. De jó is lenne kettős ember előnyben lenni. A 7 méteres pedig Csapó végzi majd el. Földi a vonalon maradt. Csapó pedig bevágta a hosszú felsőbe. 18-13 ezzel. Most borzasztó nehéz helyzetben vagyunk. Ha nem lenne elég, hogy négy emberrel kell támadnunk, ötvöst töretlenül őrzi Péter. Ez a labda pedig éppen ötvöst kereste volna, aki kihúzódott a szélre, nem találta meg. Péter. Rékasi leteszi a szélre, Molnár. 18-14. Ezek most nem a mi perceink, de ebben bőven benne vannak a játékvezető által ítélt hajdulánási kiállítások. Ugye még mindig kevesebben vagyunk, ugye? Majd próbálkozik, szabad dobás lesz. Ruzsinszki kapja Nagytól. Ötvös. Passzív. Nagy. Kis Dávid. Oly! De kellett ez a gól. Kis Dávid kiszorított helyzetből. 19-14. Megint megvan az öt gól. Ékosi bejátsza. Szabad dobás, érvénytelen a gól. Ez rossz passz, jól van, ez így a miénk. Közben lassan eltelik a második félidő. Első fele, öt gólos a vezetésünk. A játék pedig majd csak az időkérés után folytatódik. Azért jöttek most már még számos hülye eladott labdát visszahúznak, nem kell. Hagyjuk szélén is, lőjön gólt, nem érdekel. Visszállunk az eredeti felállásra, Kari kipihente magát, megmarad a két-hármasunk. Nándi, igen, majd mondjam, jó, oké, te visszamegy rendesen a lövőbe. Másik oldali, vagy hogy vagyunk most? Egyik szél visszajött Jóska, megmarad Dácik a szélén, a két szélünk fix, és akkor megy a Kari, megy a Nándi, és megy a Benji. És így vagyunk hárman. Ha kivesznek, akkor két dolgot választhatsz, egyrészt nem így szélre skottolódunk, de a másik megoldás, hogyha kijössz ide hátra, sötötte az nekünk egész jó szokott lenni. Csak úgy toljuk. Tehát lenyugszunk egy picit, van hátra 15 perc, rengeteg idő még, és játszunk taktikusan. Ha nem jön neki, indítsa ötös mozgásokat, hosszú támadásokat. És felelőtelően megcsinálom. Jó, nyugi, észre, menj! Gyerünk, 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 Köszönöm!
A második félidő 15. percét jegyezhetjük tehát. A vezetésünk 5 gólos is. Nálunk a labda, úgyhogy támadhatunk azért, hogy növelni tudjuk ezt. Imáron kiegészülve, egyenlő arányban a pályán a csapatok, és ez pedig egy rossz bejátszás Krisztiánnak. Csapó. Péter megy fel. 19-15. Bancsók. Ruzsinszki, ott van az Itzer előtte, benn van a labda a hálóban. 20-15. Rékosi. Péter. Rékosi. Megpattan, felföldi. Danko. Ruzsinszki. Bancsó. Kis. Bancsó, ő ereszti el talpról. 21-15. Péter. Ez fölé megy, jól van. Felföldi pedig. Bár volt induló ember, mutatta, hogy nincs hova rohanni. 6 góllal vezetünk, nyugodtan felállhatunk. A mérkőzés ezen periódusában most már minden eltelt másodperc nekünk dolgozik. Ötvös szélről, ez is gól! 22-15. Ötvös pedig ezzel összesítettben már 81 gólos a bajnokságban. A forduló előtt 74 góllal a harmadik helyen állt az összesített góllövő listán. A többiek meccsétől, hétvégi meccsétől függően akár ő is az első pozícióban telelhet a mesterlövészek rangsorában. Közben egy újabb időkérés. Védekezésbe hagyjuk már kintre az által, és hagyd, nem bújjunk el ilyen lövőcselekre, meg imbili, míg nem menjünk el. Állj meg neki, kilépszek, 8 méter, hagyd lőjön át, azt a kapus majd kivéri, jó? Támadásban, Nándi, ezt látogatottad, ez nagyon üzembiztos. Vagy hátra jössz, és akkor ötödben teljesen jók vagyunk, amit az előbb csináltak a bencsét, üzembiztos, jó? Most okosan, most türelmesen, jó? Gyerünk, megvan a mérkőzés. Gyerünk, srácok! Gyerünk már, gyerünk is! Gyere, vissza kell szapatolni.
más, meg nem tapasztaljuk fejek. Elsősorban a húzásokat és a támadójáték hatékonyságát kritizálta Bánk Roland. Védekezésről pedig csak, hogy a szavait idézem, annyit mondott, hogy állva nézik a játékos, hogy ugye hajdunálási játékosok gólt szereznek. Mi mást kívánhatnánk, tartsák meg jó szokásukat. Péter, Hancsók nem tudott labdát szerezni, Péter pedig felföldi lábai között a kapuba talál, 22-16. Bancsók. Ruzsinszki. Ruzsinszki, ő megy be! Gulyás véd, a játékvezető pedig nem ítél semmit, mondom én utólag, aztán kiküldi két percre Tamást. Ennyi járt, azt gondolom, a Bancsókkal szembeni szabálytalanságért. Két perc elejéig ember előnyben leszünk. Mózer előd. Először a pályán a vendégeknél, a bal szélen. Mózer. Jó bejátszás, megtalálja Hevért. 22-17. Tíz és fél perc a végéig. Ruzsinszki. Is. Ruzsinszki el akarta hitetni, hogy ötvös kapja majd a labdát, és Dankónak próbálta kijátszani a szélre, lelesték azonban. Ötvös, micsoda labdaszerzés! Kis! Nem jó a hosszára. Jött a hosszú oldalon Dankó, aki mérgelődött is mondván. Miért nem ellé tette Kis Dávid? Valóban talán jobban sáfárkodhattunk volna ezzel az eséllyel. 20 másodperc még az ember előnyünkből. Ez alig, ha nem eltelik majd a vendégtámadással. Péter, felföldi! Fór is. Fór is, Hevér birkózza le. Csak szabad dobás, Bancsók. Fór is megint, ő lövi el. Ezúttal is Hevér elkerül szembe, és Hevér a két esetből együttvéve csak összehoz egy két percest. Szűk 9 perc a mérkőzés végéig. 5 góllal vezetünk, és a következő két percben emberelőnyben játszhatunk. Ötvös. Most már 6 a különbség! Szóval 23-17.
Nagy megy fel. Messze fölé. Tormának nem kellett közbeavatkozni. Pancsók. Ötvös. Szabad dobás lesz. Eljut Bancsókhoz, bár hozzáértek a vendégek. Passzívot mutat a játékvezető, Fór is! Fór is meglövi a 24. hajdunánási gólt. Nagy. Péter. Torma! Most van hosszú indítás, meg is találja ötvöst, ötvös pedig betalál! 25-17, 8 gól a különbség! 7 perccel a vége előtt, 8 góllal vezet a hajdunánási csapat. Lejátszák a szélre, Molnár lövését pedig Torma megfogja! Bancsók! Úris! Úris, megint! Hevér elkerülnek össze, szabad dobás lesz. Úr, és ezúttal őt lát a szabálytalannak a játékvezető. Nagy. De a szélre Muzer. Kipattan a kapufáról. Ezúttal a szerencse is Tormával volt, a lényeg azonban, hogy ebből a vendégakcióból sem születik gól. Így most már mindössze 5 perc a végéig, és még mindig 8 gól a különbség. Danko. Kis, megint egy kínait próbálunk meg. Ez most elpattant Kistől. Tamás. Nagy aztán. 25-18. Varga végezheti el a szabad dobást, Fór is. Kis. Bancsók. Kis. Ezzel beugorhat kapufa. Péter. Torma.
Molnár lopta volna le Fóris elől a labdát, kipattant azonban. Dankó. Bancsó. Fóris, nem jó a bejátszás Vargának. Mózer. Egyedül próbál elmenni. Nagy. Szécsi. Szécsi lő, Sáncó. Péter, ez pedig Torma kipaskolja. Péter megint. Egy bejátszás Hevérhez. 7 méteres. Molnár érkezik a büntetőhöz, egyet már kihagyott. Torma pedig egyet már kivédett. Nézzük, kinyeri kettőjük párharcát. Egy ejtés, kipattan a kapufáról! Mondhatjuk, hogy Torma nyeri. Kettő perc a végéig. 7 gólos a vezetésünk. Bancsók. Nem sikerült bejátszani Vargának. Mózer. Péter. Molnár. Torma! Parádé, amit itt a végén látunk. Az első 50 percben támadásban, mezőnyben fantasztikus a Hajdon ellenesi csapat, az utolsó 10 percben pedig Torma az, aki rengeteg nagy védést bemutat, nem felejtkezve el persze arról a felföldiről, aki pedig a mérkőzés az előtti részében mutatott be jó pár hatalmas bravúrt. Azt gondolom, hogy a 18 kaput gólunk mindent elárul arról, hogy mennyire stabil volt ma a védekezésünk, és milyen jó a kapus teljesítményünk. Pályán pedig, ha jól látom, akkor Molnár tápolják a hatoson belül. És sajnos Molnár nem is tudja elhagyni a saját lábán a játékteret. Majd Milán érkezik a helyére a hátralévő másfél percre. Fóris. Dankó. Ötvös, még egy kínai Aidekár érte. Pontatlanra sikerült a befejezés. De itt már ez is belefér nekünk, a túloldalon jó az ejtés, 25-19. És közben beléptünk az utolsó percbe a mérkőzésen. Bancsó. Ez a bejátszás megtalálja Vargát, Varga pedig kiharcol egy 7 méterest, és még egy 2 perces kiállítás is jár Hevérnek. A büntetőhöz pedig Nyeste Richard érkezik, Hevérnek pedig ez volt a harmadik 2 perces kiállítása, úgyhogy még egy piros lapot is kap itt a végén.
este, Richard pedig, aki főleg az első fél időben a védekezésnek volt oszlopos tagja, és abból vette ki a részét, most 7 méteresből megszerezheti az első gólját az idei bajnokságban. Nézzük tehát Nyesteri Hárdot, Gulyással vele szemben. Nyeste egy csel után, Gulyás véd. Szécsi. Szécsi ereszti el talpról, ez Tormának ma egyáltalán nem nehéz feladat is. Danko előtt még egy zicser, és benn van a gól! 26-19! Szécsi, ez is becsorog. 12 másodperc, még egy gyors befejezésre lehet időnk. Bancsók. 3 másodperc. Bancsók távolról mellé megy. Marad a 26-20-as végeredmény. A 2 héttel ezelőtti Kazincbarcika elleni mérkőzés után egy újabb óriási bravúr a hajdonlási csapattól. Fantasztikusan sikerül lezárni a szezon őszi szakaszát, ugyanis óriási szó az, hogy 26-20-ra le tudtuk győzni ezt a füzesabonyi csapatot. Az, hogy 26 gólt tudtunk szerezni ellenük, az azt jelenti, hogy mindössze 2 csapat volt az ősz folyamán, amely többet tudott lőni nekik, az pedig, hogy 20 gólon tartottuk őket, tekintve, hogy a második helyen álltak a tabellán a forduló előtt, szintén egy kiemelendő eredmény. A hajdunánási csapat pedig ezzel 13 ponttal zárja az őszt. És hogy egy kis összefoglalást tartsunk itt a végén. Ugye egy egygólos böszörményi vereséggel kezdtünk, aztán a Fehérgyarmat csapatát 29-28-ra múltuk felül. Bőcsön kikaptunk, aztán a Nádudvarról itthon döntetlent játszottunk, Tiszavasvárit megvertük, Berettyóújfalu ellen 39-26-ra nyertünk, 13 góllal ez a legnagyobb különbségű győzelmünk, aztán a Kisvárdától 33-26-os vereséget szenvedtünk, aztán a Heves ellen egy 4 gólos vereség, az utolsó 3 mérkőzésünk pedig Kazincbarcika ellen 27-23 itthon, aztán múlt héten Nyírbátor ellen egy 36-27-es győzelem, ma pedig egy 26-20-as. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a tabellára pillantunk, akkor az első 3 helyezett csapat ellen összesen 6 pontot szereztünk itt a 3 mérkőzésen. Mindegyiküket itt a hajdonlási városi sportcsarnokban láttuk vendégül, és azt gondolom, hogy hatalmas erény, hogy egyikük sem tudta elvinni innen a 2 pontot. Innen fentről ezzel búcsúzom tehát, azonban természetesen meg fogjuk kérdezni még a győzelem egyik sikerkovácsát, illetve a 2 vezetőedzőt is. Bancsók Károlynak gratulálok a fantasztikus győzelemhez és a mai mérkőzésen nyújtott teljesítményéhez, fogadd el tőlünk ezt a pesgőt. Az lenne az első kérdésem, hogy miről beszéltetek az öltözőben a mérkőzés előtt, mi volt a taktika, hogyan éreztétek, mivel lehet megfogni a mai napon ezt a füzesabonyi csapatot? Először is szeretném megköszönni a csapat nevében ezt a pesgőt. Igazából nem azért állok én itt most, mert én voltam a legjobb játékos, vagy az edző ezt mondta, hanem azért, mert annyira sok jó teljesítmény volt, hogy igazából lehet a legidősebbet küldték most ide a csapatból. Viccet félretéve és visszatérve a kérdésedre, nagyon készültünk erre a mérkőzésre, mert folyamatosan azok a csapatok jöttek hozzánk, akik a tabella legelején vannak, és azt gondoltuk, hogy azért mi bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, és szerényen is, és alázatosan próbáltunk készülni minden ellenfelünkre, és a füzesabonnyal is ugyanezt tettük. Voltak nyilván felvételeink is, amit próbáltunk kielemezni. Sajnos az elején nem ütközött ki ez, hogy mit láttunk a felvételekből. Egy picit beragadtunk az öltözőbe, és egy picit álmosan kezdtünk, de sajnos ez az egész fél évre azért egy picit jellemző volt, hogy az elején több előnyt adtunk, úgy adtunk előnyt, hogy indokatlanul adtunk előnyt az ellenfélnek, és utána mindig saját magunkat kellett belepörgetnünk a mérkőzésbe, de hál' Istennek ez ma is sikerült. Az álmos kezdés után aztán már a fél időre 4 góllal el tudtunk húzni, a vége pedig 6 gólos különbség lett. Hogyan értékelt az egész találkozót összességében és ezt a győzelmet?
Egyébként féltünk ettől a mérkőzéstől, mert végtelenül gyors és fiatal csapatból áll a Füzesabony gárdája, de ahogy haladtunk egyre előrébb a mérkőzésen, lettünk mi is egyre magabiztosabbak, és próbáltunk kívülről is, és sok mozgásban megbontani az ellenfél magas és agresszív védelmét, és két nagyon jó kapussal is rendelkeznek. Hál' Istennek ez sikerült, úgyhogy ahogy haladtunk előre a mérkőzésben, ahogy mondtam még egyszer, egyre magabiztosabbak lettünk, és már majdnem vezettünk 8 góllal is, úgyhogy onnan már azt gondoltam én is a meccsen belül is, hogy már innen nem lehet visszaút. 13 pontosok vagyunk ezzel a győzelemmel, sikerült felzárkóznunk az élmezőnyre. Ti játékosok, mit vártok a tavasztól? Gondoltok esetleg akár egy dobogós helyezésre? Ennyire előre nem merünk gondolkodni, mert azért a fél évben, az első fél évben, ami most lement, elég hektikusan játszottunk. Bőcsön hagytunk pontot, a Bőcsnek az a két pontja van, amit tőlünk elvett. Nádudvar ellen hazai pályán és a Heves ellen is sajnos vereséget szenvedtünk, illetve a Nádudvar ellen x-eltünk hazai pályán. Ezt kell megtanulni a fiatal csapatunknak, hogy azok ellen is, akik picit mögöttünk vannak, azok ellen is megfelelően tudjunk pályára lépni, ne csak azok ellen, akik játékban vagy előrébb vannak, vagy közel azonos szintet képviselnek, mint a mi csapatunk. Fejfej mellett haladtak a csapatok a mérkőzés elején, aztán a félidőre 4 góllal le tudott húzni a hajdulánási csapat. Minek köszönhető ez? Mi változott meg akkor a játékban? Semmi különös nem változott a játékunkban, annyi változott, hogy egyszerűen zicsereket hagyunk ki megállás nélkül, nem tudjuk belőni az egy az egyeket. Védekezésünk, ami eddig annyira nagyon jól működött, teljesen szétesett, és most sajnos a védekezés mögött kapus teljesítmény sem volt nagyon kiemelkedő. A második félidőben aztán nem tudtak közelebb zárkózni, és viszonylag hamar el tudott húzni a hajdulánási csapat, és egy kényelmesebb előnyt kialakítani, ami aztán nem is változott. Minek köszönhető ez? Így a mérkőzés egészét hogyan értékeli? Hát a mérkőzés teljesét értékelve azt kell mondjam sajnos, hogy teljes mértékben alulmúltuk magunkat mindenben. Támadásban, védekezésben, nem azt nyújtottuk, amit egész szezonban. Én úgy éreztem, hogy a csapat már nem volt ezen a pályán, mint aki kirándulni indult el. Az első félidő felég nagyjából fejfej mellett haladtak a csapatok, aztán sikerült ellépnünk, és a félidő végére 4 góllal lehúznunk. Hogyan értékeled az első 30 percben látottakat? Hát úgy tűnik, ez ilyen bevált szokásunk lesz, hogy az elején elengedjük az ellenfelet. De ha nyerünk belőle a végén, akkor ám legyen, nem bánom. Nyilván viccet félretéve ismét bemaradtunk az öltözőbe, és ott megint ugye elengedtük az ellenfelet, azt hiszem 4-1 volt ott rögtön, akkor időt kértem, megpróbáltuk rendezni a sorokat, kicsit nyugtatni a csapatot, megbeszélni, hogy hogyan tovább a játékunkat, és azt gondolom, hogy akkor kezdett összeállni mind a védekezésünk, mind pedig a támadásunk, és számos könnyű gólt tudtunk lőni, és ugye a fél időben már előnyre tudtunk szert tenni. A második félidőben aztán sikerült 6-7 góllal elhúznunk, és ez az eredmény gyakorlatilag stagnált is itt a végén, már a kínai kapufák is belefértek a részünkről. Hogyan értékeled a második félidőt is összességében a meccs egészét? Hát igen, mikor összeállt a védekezés, összeállt a kapus teljesítmény, jöttek a gólok, akkor nyilván egy csapat felszabadultabban tud támadni, lemennek ezek a terhek a csapatra, és azt gondolom, hogy rengeteg egyéni teljesítmény volt a mai napon. Nem is akarom felsorolni, úgy gondolom, hogy minden csapatnak hozzá tudott tenni a mai játékunkat. Ki egy jó védekezéssel, ki egy jó passzal, egy góllal, tehát minden láncszem most borzasztó fontos volt, és ez igazi csapat sikerként élem meg, és nagyon örülünk ennek a két pontnak, így most már zárkózni tudunk azért a negyedik hely környékére. Igen, ezzel a győzelemmel ugye a tabella első három helyezettjétől mindegyiktől el tudtuk csenni a két pontot itt hazai pályán, és így már 13 pontosak vagyunk. Mik lehetnek a célok a tavaszi szezonra tekintettel? Nagyon jó mondott, hogy az első hármat meg tudjuk verni, ez mindenképp öröm, de a tabella utolsó három helyezett csapatától pedig vereséget szenvedtünk, illetve egy-egy pontot vesztettünk. Tanulság, hogy mindenki ellen fel tudjuk venni a versenyt, és nem szabad bele lassulnunk bele ebbe a lagymatag kézilabdába azokkal a csapatokkal szemben, akiktől vereséget szenvedtünk. Tanultunk ezekből a hibákból, és bízom benne, hogy tavaszra, a tavaszi folytatásra összeáll még inkább a csapat, és ez pontokban is meg fog mutatkozni. Remek győzelemmel zárta tehát az őszi szezont a hajdulánási együttes. Utolsó három mérkőzésén 6 pontot zsebelt be az ellenfelektől. A csapat így 13 ponttal vonulhat a téli pihenőre, és bízunk benne, hogy a tavaszi kezdés legalább olyan sikeres lesz, mint az őszi zárás. Ennyit innen a hajdulánási városi sportcsarnokból. Köszönjük szépen a kitartó figyelmüket, a viszonthallásra, a viszontlátásra!